Rotyis István tanár, karateedző, csillagász és természetfotós. A Magyar Természettudományi Társulat tagja. A Tiszával a 80-as években került kapcsolatba, amikor is felesége ötletére Poroszlóra mentek kirándulni. A békés horgászattal töltött idő alatt István beleszeretett abba az élménybe, amit a Tisza nyújtott neki. Mindig nálam van a fényképezőgépeim, nálam vannak, és akkor ilyenkor, hogyha valamit látok, van valami ihlet van éppen, vagy van valami történik, egy halrablás például, vagy egy lemenő nap, vagy éppen a fák közül kivillanó templomcsúcs, például Poroszló környéke, vagy bárhol, akkor az úgy megihlet, és akkor lefotózom. A fotós több mint 40 éve járja a Tiszát, és szívén viseli a folyó természeti csodáinak megőrzését. Éppen ezért 2000-ben mesterdiplomájának témáját a Tisza és a Tiszató cián és nehéz fém szennyezése adta. A területen eltöltött évek alatt igyekezett megörökíteni azt a szépséget, ami rabul ejtette. Tulajdonképpen a Tiszán, Tiszatón kezdtem el komolyabban foglalkozni a fotózással. Részben, mert rendkívül megkedveltem azt a tájat, szinte megkedveltem, szeretem, szerelmem lett, hogy így mondjam. És a 2000-ben a mesterdiplomámat is erről a tájról írtam tulajdonképpen, belevéve a cián és nehéz fémszennyezést is. A művész célja, hogy munkáján keresztül mások is átélhessék azokat a pillanatokat, és megcsodálhassák azt, amit ő maga valójában átélt. A természet szépsége mellett képein gyakran visszaköszön az ég és a csillagok világa, melyek ugyancsak bűvöletükbe ejtették a fotóst. A legkedvencebb témám a naplemente. Ez általában süllőzéskor szokott történni, mert a süllőzést az szürkületbe érdemes végezni. És a Buláti sziget felső részénél ezt szoktam járni, hát az öblítő csatornákhoz, és ilyenkor be kell járni tulajdonképpen az egész vidéket, és sokszor átéltem olyan pillanatot, amikor éppen naplemente volt, és ezek mindig megihletnek. Elmondása szerint elsősorban maga miatt hódol szenvedélyének, illetve családjának és barátainak készíti a képeket. Ennek ellenére, ha fotói másokat is jókedvre derítenek, vagy csak kellemes élményt nyújtanak, őt az boldogsággal tölti el.